A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mint tudjuk, Székesfehérvár bőségesen bővelkedik, ha úgy tetszik, a kulturális tehetségekben. Most azonban egy olyan valakit invitáltam meg ide erre a beszélgetésre, aki egészen kivételes készségekkel és képességekkel rendelkezik. Egy kivételes tehetség, tehát Kópiás Konrád Lukács. Köszönöm Moseboly, szépen. Lil Moseboly, egy fejtsük meg ezt, hiszen zárójelben mindig ott van a neved mögött. A bajuszos fiú, én tudom. Igen, igen. De honnét jött a gondolat, hogy ezt szinte felvest, hiszen bárhol nézzük a különböző hírportálokon, ez mindig ott van a neved mellett. Igen. Hát először is köszöntöm a nézőket szeretettel. És hát ez igazából úgy kezdődött, hogy a kosár karrierem folyamán elkezdtem ilyen kis videókat feltölteni a TikTok oldalra, és azon gondolkoztam, hogy nem tudom, milyen nevet rakjak ki, de a sajátomat nem akartam, mert anonim akartam maradni. És így jött az, hogy akkor már volt bajszom, és így nagyon már hozzám nőtt a személyiségemhez, és a kosarazáshoz meg mindig kicsinek gondoltam magamat, alacsonynak. És akkor így jött az, hogy Lil, mint little angolul, és Musztásboly, mint bajszos fickó. Bajszos fickó. És igazából no, ennyi. Hát ugye tudjuk, hogy Bécsben születtél, igen. És az idei esztendőben töltöd be a 20. életévedet. Így van. Ez kalandos volt ez a történet, hiszen édesanyádat ismerjük, a neves képzőművész, énekes Kópiás Gabi, aki szintén volt már nálunk. Igen, igen. Beszélj a hazaköltözésről, hiszen én azt gondolom, hogy ilyen értelemben bejártad a világot, nagyon fontos pillanatokat töltöttél mindenütt, szerte Európában és másutt, és azért Magyarországra költözni egy fiatalnak, úgyhogy adott esetben végérvényesen otthonra találjon, mondjuk itt Székesfehérváron, azért az nem egyszerű. Hát én ugye Bécsben születtem, 14 évig kint is éltem, onnan nagyon sok barátságot, élményt szerezhettem. Volt lehetőségem egy fél évet kint is tölteni Új-Zélandon, ami meg a világ másik oldala, ahol szerencsére megtanulhattam meg angolul, és így egyből az életemet úgy kezdhettem, hogy ajándékba kaptam a németet, meg a magyar nyelvet. A magyar szüleim igyekeztek azért a magyar kultúrát rám rakni, legyen az Hofi Géza, vagy a Mézga család, vagy a magyar népmesék, hogy ezeken növekedjek. És valami mindig kötődött bennem Magyarország iránt, és igazából mindig, mikor hazajöttünk, akkor nagyon-nagyon jól éreztem magam itt, és komfortosan. Melyek voltak az első impulzusok, amelyek meghatározóak számodra, hiszen nyilvánvaló, hogyha egy tinédzser megérkezik egy olyan országba, ahol még nem járt, független attól, hogy ez akár a hazája is lehet, de előtte viszont nagyon sok mindent kipróbálhatott, ahogy mondtad, tehát Bécsben, Bécs is egy olyan város, egy olyan világváros, ami azt hiszem, hogy fontos minden egyes pillanatban, Új-Zélandról nem is beszélve. Igen, igen. Mindenképp szerintem a karácsonyi ünnepek, esetleg Budapesten nagyszülőknél, vagy egyéb kirándulások, Tihanyba, a Balaton, a nyár, szerintem nagyon ide köt Magyarországra, vagy akkor is nagyon oda kötött. És hogy egyfajta honvágy belőlem is így kialakult, és ezzel együtt a kosárkarrierem, amin elgondolkoztunk, hogy itt Magyarországon hol lenne a legjobb, esetleg kosárkarriert elkezdeni építeni, akkor így Fehérvárra esett. Miért maradt abban? Miért nem az Alba-Fehérvár színeiben láthatunk? Hát igazából azért, mert hogy a képességeim
úgy gondolom nem voltak hozzá megfelelőek, és úgy gondolom megtettem annak megfelelőjét, hogy küzdjek, és ne adjam fel, de végső soron a művész vonal bennem inkább győzött, és amellett aztán kitartottam, és azt ápoltam, és végül itt vagyok a Magyar Táncművészeti Egyetemen. Igen, beszéljünk a táncról, hiszen itt van előttem megszámlálhatatlan, fantasztikus oklevél, nagyon-nagyon sok, ami bizonyítja a tehetséged. Ugyanakkor a tehetség általában ideje korán napvilágot lát. Nálad ez hogy derült ki, hogy tehetségesebb vagy az átlagnál, illetve ilyen értelemben hogy választottad hivatásul a táncot, hiszen az egy nagyon fontos pillanat egy tinédzser életében, amikor dönt. Ugye úgy kezdted, hogy ahogy olvastam és egy számos videót megnéztem, hogy paródiáid is voltak, aztán színészként is jeleskedtél, verset is mondtál, tehát ez sok mind-mind művészet bizonyos értelemben, viszont kellett egy olyan út, ami egyedi, ami a tiéd sok mindenki mással együtt, és ez a táncművészet. Hogy született meg ez a döntés? Ez egy olyan érzés, amit kiskorom óta éreztem magamban, ha arról szólt, hogy fürdés után esetleg kijönni a fürdőszobából, és így ment a zene, akkor hát így valami belül mindig mozgott, és hogy sosem tudtam, mi legyen az, a suliban dolgozat írás közben nem tudtam egy helyben ülni, fel kellett állnom, és állva esetleg írtam, mert hogy valami fajta hiperaktivitás volt bennem, és először a kosárban vagy a sportban kerestem ennek a megoldását, hogy ezt esetleg csillapítsam, de végül annyira így a tánc fogott meg, hogy az a belső érzéseimet, legyen az boldog, szomorú, bármilyen, azt táncmozdulatokkal, szép vonalakkal kifejtsem a közönségnek, és igazából mindig volt belül egy groove, egy bugi, egy valami, ami engem így mozgatott, csak nem tudtam sosem mit csinálok, és akkor jött az, hogy na nevezzük meg, tanuljuk meg, hogy mit csinál a testem, mi a technikája, hogyan válik szebbé, vagy hogyan nem teszem mondjuk tönkre a testemet. És akkor így egy ismerőstől tudtam meg, hogy az egyetemen indul egy színházi szakirány, pont akkor, mikor voltam egy nyílt napon is, és innen kezdődött. Ugye 15 esztendős voltál, amikor hazaköltöztetek, és a következő esztendőben már bemutathattad a tehetségedet, hiszen a Madách Színház által szervezett tehetségkutatón ott voltál, döntőbe jutottál. Akkor már nyilván, hogy nyiladozott bizonyos értelemben, és kibontakozott ez a tehetség. Gondoltad volna-e, hogy ilyen gyors lesz az az út? Hiszen nyilván a tehetség kibontakoztatásához néha idő kell, máskor viszont hatalmas áttörés, mert ez áttörés volt mindenképpen. Igen. Ez megerősített? Ez mindenképp motivált a folyamatban, de sosem, legalábbis a szakmával kapcsán nem éreztem türelmetlenséget, mert én úgy gondoltam, hogy persze voltak fenti helyzeteim, meg lenti helyzeteim is, ahol azért így megtörik néha az ember, de úgy gondoltam, hogy azért az a munka, amit belerakok, az az erőfeszítés, az sosem veszhet kárba, mert az élet működik egyfajta logika szerint, ahol amit belerakunk, azt egy idő után visszakapjuk, és én ebben bíztam, és bizalommal álltam az élethez, hogy attól még, hogy nem látom, hogy két hét múlva hol tart esetleg a táncképessége, egy három hét múlva már lehet, hogy látom. Nyilván. Ez fontos pillanatok ezek, annál is inkább, hiszen édesanyád is bizonyos értelemben ismeretlenül érkezett meg Székesfehérvárra, és azóta szárnyal, ha úgy tetszik. Igen, és igen. Valamennyi általa űzött műfajban teszi ezt. Én igen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos szereplője Fehérvár kulturális életének. Igen. Viszont a te sorsod, én azt gondolom, hogy bizonyosan akkor változott igazán, hogy a megtett munka az beteljesedett, amikor a Táncművészeti Egyetemre felvételt nyert. Mindösszesen 16 esztendősen. Igen. Ez egy rendkívüli kihívás egy tehetség számára, hogy bebizonyítsa, hogy igenis ott a helye.
Mindenképp. Hát én úgy mentem oda, hogy vesztenivalóm nincsen. Én előtte Bodajkon voltam a hangszín tér grafikus szakirányon, vagy abban az iskolában, és úgy voltam vele, hogy én érzek magamban valamit, én rakok ki videókat, YouTube-ra improvizálok, a Hoffi paródiák, amit ön is látott, vagy esetleg a közönségben néhányan. És hogy nincs vesztenivalóm, nem tudok technikai szempontból táncolni, de valami van bennem. Hát menjünk el egy felvételire. És hát szerencsére felvettek, de úgy volt, hogy a felvétel után, miután megtudtam, hogy engem felvettek, volt egy külön órám egy mesterrel az egyetemen, és ő azt mondta nekem, hogy ő a bizottság minden mestertől az egyetemen elnézést kértek, amiért engem felvettek, mert hogy annyira nincsen táncudásom. Viszont annyira láttak bennem valamit, hogy azt nem tudták csak úgy otthagyni, és hogy nem akarták, hogy ez a potenciál, ami bennem van, ez kárba vészen. És így adtak nekem egy lehetőséget. És gyorsan fejlődtél, hiszen 2021-ben már ott voltál a Diótörőben. Én azt hiszem, hogy ilyen ugrásszerű fejlődés az nagyon-nagyon ritka, és ez megerősíti a tehetséget is. Ez egy áttörés volt neked is bizonyos értelemben, hiszen az Operett Színházban fellépni teljesen mindegy, hogy milyen szerepben, kicsi szerepben, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy Magyarország bővelkedik a tánc tehetségekben, és csak azok kerülhetnek színpadra ilyen rövid idő után, akik valóban tehetségesek. Igen, meg nagyon jól esik, hogy az egyetem ilyen bizalommal áll hozzám, hogy ad lehetőséget bebizonyítani magamat, hogy ezzel is, hogy ezek az oklevelek Lendvából vannak a Tütő Grand Prix nemzetközi versenyről, hogy ők bíznak bennem, és bíznak az én fejlődésemben, az én tehetségemben, az én kitartásomban, a szívóságomban és szenvedélyemben, hogy küldenek engem, és felvállalnak, és ez elképesztően jól esik, és motivál engem, hogy jó, hát ha így bízik az egyetem bennem, akkor én igyekszem annál többet is produkálni. Egyébként mindig határozott jövőképed volt? Tehát mindenből a maximumot szeretted volna kihozni? Én úgy gondolom, hogy igen. Én 2016-ban emlékszem, Waldorf iskolába jártam, és ez nem a tánchoz, de ott én tudtam, hogy én 5 gyereket szeretnék, és ezt mai napig tartom, hogy azóta ez nem változott meg bennem, még ha nem is tartok ott, de hogy vannak nézeteim régről, amiket mai napig tartok, és ez ugyanúgy a tánccal kapcsán, meg bármi mással kapcsán is úgy gondolom, hogy megmaradt, és maximálisan próbálom azt nyújtani. A támogatás nyilván megvan, megérkezik otthonról is. És itt nem csak elsősorban a szeretetre gondolok, hanem egy családban előfordul, hogy azt mondják, hogy ezt kicsit jobban, kicsit másként, tehát ha finoman is, de azért ez nyilván egy családi szerep. Persze. A kosár az meglepetés is volt a család számára, mert hogy senki nem sportolt semmit, úgy nagyon táncolni táncoltak, zongorázni zongoráztak, ugye anyukám fuvolázik, énekel, fest, hogy ez a művészvonal ott volt, de kosárlabdát azt nem értették. És hogy ugyanúgy ott volt ez a támogatás, ugyanúgy ott volt, hogy rendben, akkor Fehérvár, akkor Magyarország, Honvágy is van a anya részéről, hogy de attól függetlenül támogatnak, mert ha nekem ez jól esik, és jó érzéssel tölt el, elnézést, akkor támogatnak. És akkor végül nyilván mégis a művész irányba mentem, amiért viszont elképesztően hálás vagyok. Tulajdonképpen megtetted azt, amit adott esetben valamikor a 20. század elején Prohászka Ottokár püspök kimondott, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, igen, és mi mást akarok, mint hogy éljen. Igen. Így van? Igen, tehát pontosan. Valami hasonló volt. Egy kicsit a Táncművészeti Egyetemre térjünk vissza, hiszen ugye a Diótörőről beszéltünk, de aztán jött az Eiffel-házban a Telefon opera, igen, az megint egy nagyon fontos pillanat, és 2022-ben a Dido és Éneász, ahol már egy főszerep jutott neked. Igen. Hogy lehet felkészülni ilyen fiatalon egy ilyen klasszikus darab főszerepére? Tehát egyik oldalról ez bizalmi kérdés nyilvánvaló, persze, másrészt töviről hegyire kell ismerni magát a történetet, és maximumot nyújtani. Nagyon nagy koncentrációt vár el szerintem.
Én úgy gondolom, hogy annak is köszönhető volt, hogy én ezt a szerepet így, egy kis szóló szerepet megkaphattam a darabból, hogy elképesztő koncentrációval, meg alázattal álltam hozzá, hogy bennem ez így különösen nem volt sosem ott, hogy én megkaparintom ezt az egy szerepet, hanem hogy alázattal, viszont küzdéssel és szívossággal állok ki mellette a próbákon, bárhol, és úgy gondolom, hogy ez adja meg annak az eredményét, hogy látják rajtam, hogy jó, akkor ebben van valami, és hogy ő meg tudja mutatni, és hogy nem lök el senkit, csak hogy megmutassa magát, hanem hogy természetesen jön. Ugyanakkor megmaradt a hited bizonyos értelemben, hiszen ez másként nem működik, és hát ezek nagyon fontos pillanatok egy művész életében, hiszen egy olyan jövőképet mutatnak, amit egy köznapi ember nyilván nem is érthet meg. Hogyan lehet napról napra fejlődni? Tehát mi mindent kell tenni? Azt mondják, hogy a nap 24 órája nem elég ehhez, dehogy is nem, ha valaki tudatos. Igen, hát a hit az mindenképp, hogy meg kell maradnia a hitnek. Hát ugye ez a szakma azért egy nehéz szakma mindenképp, mert reggeltől estig bent vagyunk ha a próbákkal együtt. Nem könnyű, és emellett nyilván a hitet megtartani nehéz lehet esetleg néhány ember számára, de mindenképp kell az, hogy egy célt kitűzünk magunknak. Egy képet lássunk, hogy miért csináljuk ezt minden, miért szenvedünk minden nap, miért gyötörjük a testünket, miért gyurmázzuk úgy, miért van minden nap izomlázunk, hogy ez ennek a sok szenvedésnek legyen valami eredménye, hogy ne a semmibe csináljuk, mert fáj, hát senki sem akarja, hogy fájjon. De ha tudjuk, hogy azért fáj a lábam, hogy akkor feljebb menjen, vagy tovább kitartsak, vagy többet forogjak egy bizonyos szerepre, akkor az azért segít és motiválja az embert, hogy na azért is összeszorítom a fogam, vért izzadok, megteszem még azt a pluszt, ha a többiek nem teszik meg, az pláne még motivál, hogy jó, hát ők letették, hát én még öt fekvőt rányomok, mert ki akarok tűnni, és igenis akarok valakivé válni, az csak úgy lehetséges, hogyha kitűzök magamnak egy célt, egy saját magamnak egy férfi képet, egy táncos képet, egy olyan emberi jellemet, akivé válni szeretnék. A játékos éned megmaradt? Én úgy gondolom, hogy igen, és nagyon remélem, hogy ezt nem veszítem el soha. Igen, hát a TikTokon azért lehet látni, tehát ez a fajta projekt, az a játékos projekt, az megvan igen. Mindenképpen. Viszont van-e példaképed? Példaképen... Táncos vagy ember példakép? Ilyen értelemben mindegy. Mindenképp szerintem az egyik az volna, hogy Charlie Chaplin, Rowan Atkinson, Hoffi Géza, ilyen komikus arcok inkább, mert ezeken nőttem fel, és nagyon élvezem az ő aurájukat, vagy energiájukat, amik ilyen könnyedén esetleg megnevettetnek embereket. És ez átsegít néha problémákon is? Igen, mert egy kicsit így fellazítja az életnek a szigorúságát, vagy hogy így végsősorban mégsem olyan vészes. Végső soron mégis felkelek, a napot is látom, megiszom a napi kávémat, hogy így egy kicsit lazítja még ezeket a szigorú dolgokat is, hogy jaj, vizsga, vagy mit tudom én, mi lenne a táncvilágban, nyilván nem csak a táncvilágban, hanem magánéletben, de hogy vannak nehezebb időszakok, és így azért a humor az fellazítja ezeket a dolgokat. Na, jó. Tehát ennyi a TikTok. Igen, hát talán. Na, tehát ezek fontos dolgok nyilvánvaló, hiszen ebben a felgyorsult világban azt hiszem, hogy rengeteg követőd van, és ez megerősít mindenféle értelemben. És mikor van időd arra, hogy ezeket a játékos felvételeket elkészítsd? Mindenképp hozzáfűzném, hogy én nem a követőkből vagy a lájkokból táplálkozom, nem is azért kezdődött nekem ez az egész, hanem hogy saját szórakoztatásból kezdtem el ezeket, mert hogy én élveztem videókat vágni, mert arra is van én ambícióm, hogy videót vágjak, zenét alárakjak, hülyéskedjek, és ez a többieknek is tetszett, és hogy így kezdődött el az, hogy akkor ápolom is ezt az oldalt,
De igazából én nem érzem azt, hogy nekem ezt így nyomnom kell, vagy ez egy állássá vált az életemben, hogy akkor minden nap ennyi videót kell posztolnom, vagy kiraknom, mert csak akkor maradnak meg, hanem ez egy hobbi, ez nekem jól esik, és hogy én nem lájkokba mérem a szeretetet, vagy a tehetséget, vagy bármit, hanem az egy plusz dolog, aminek nagyon hálás vagyok, és a követőtáboromnak ugyanúgy hálás vagyok, és hogy kitartanak mellettem és követnek, de hogy nem ebben mérem a dolgokat. És hogy hányféle utad van, itt van már is a reklámpiac. Én azt gondolom, hogy szárnyalsz a reklámpiacon is, és ezt nem véletlenül mondom, annál is inkább, hiszen nagy reklámokban, én például nem kedvelem, hogy filmek között reklámok vannak, de néha felfigyeltem arra, hogy találkozhattunk is az arcoddal több nagyon komoly cég reklámjában. Milyen ez a reklámunka, hogy fedeztek fel téged? Engem egyébként emiatt nagyon hálás vagyok a TikToknak, mert ugye poénból kezdődött az egész, de mivel ott egy híresebb arccá váltam, így több helyen is ugye emberek telefonján kidobott engem, hogy lássanak. És akkor innen jött az egész, hogy ők megkerestek engem, ez az oldal, a CBA megbízott egy ügynökséget, és ők meg engem megkerestek. És így kezdődött igazából az egész, hogy akkor én egy ilyen szimpatikus arc vagyok, meg én illenék erre a koncepcióra, amit ők kitaláltak. De természetesen a fontos továbbra is a tánc mindenféle értelemben. Igen. Hiszen, és akkor megérkeztünk a Nemzeti Táncszínházhoz, mert az megint egy nagyon-nagyon fontos áttörés és bizalmi kérdés, hogyha valaki saját koreográfiával mutatkozhat be a Nemzeti Táncszínházban. Beszélj erről a darabról, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt. Én mai napig még nem tudom úgy felfogni. Én elképesztően hálás vagyok ennek a lehetőségnek. Alapvetően, hogy az egyetem ezt a lehetőséget minden évben nyújtja, hogy házi verseny, és erre lehet saját koreográfiával indulni, csoportossal, dúóval, szólóval, mindenfélével, és bennem már nagyon ott volt ez, hogy én koreografálni szeretnék, ez is majd egy jövőbeli célom majd. És hogy megtetszett nagyon egy szám, és úgy vizualizáltam, hogy gyakoroltam a teremben, és emlékszem, hogy az egyik osztálytársam, meg lakótársam is a kollégiumban bejött, és akkor így emlékszem, hogy így magyarázok neki, hogy amikor itt oldalról bejövök a kulissza mögött a Nemzeti Táncszínházban, és már így beszéltem, mint hogy még akkor nem is volt kijelentve, hogy házi verseny, csak tudtam, hogy minden évben lesz. De hogy már úgy fókuszáltam, meg úgy álltam az egész táncomhoz, meg szólómhoz, hogy ez így lesz, ez nem kérdés, hogy engem ebben nem állít most senki sem meg. Én ezt a szólót összerakom a saját kreativitásom, saját fantáziám szerint, és ez igenis ott lesz a Nemzeti Táncszínházban. Siker motivál? És a siker... Ilyen értelemben? Igen. Mert hogy sikert adattál egyértelműen. Igen. Harmadik helyezetet nyerhettem el a házi versenyen, és ebből kiindulva az egyetem elküldött Lendvába, Szlovéniába, a Nemzeti Táncversenyre, a Tütü Grand Prix-re, és ott meg első helyezetet nyerhettem az összes kategóriában, a saját kategóriámban, és különleges kortárs díjat is kaptam, és az egész versenyen második helyezetet nyerhettem. Szóval, az óriási eredmény. Viszont nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt időszakban Szikora Jánossal, mégpedig azért, mert hogy ugye a Játékszínben megrendezte a Csodálatos vagy Júliát. Ugye Eszenyi Enikőről is nagyon sok szó esett, és kiderült, hogy egyébként elhozzák ide Fehérvárra, a Vörös Marti Színház új évadában fogjuk látni. Sőt, ez hozzáteszem, bár mellékszál, hogy a Vörös Marti Színház művészeivel is megrendezi János ezt a darabot. És hát bekerültél közreműködőként. Milyen élmény volt? Hiszen egy színházi darabban, ami nem balett, nem táncszínház, egy egészen más feladat fellépni és megmutatni a tehetséget. Teljes mértékben nagyon, nagyon jól esett ilyen, vagy jól esik ilyen színészekkel
körülvéve lenni és együtt dolgozni. Nem volt sok közünk egymáshoz, de mégis így volt lehetőség beszélgetni, és nagyon jól esik látni, hogy azért a művészek viszonylag egy hullám hosszon vannak. És ott így jól esett táncolni, és ugye most pont két hete csütörtökön volt itt Fehérváron, a Vörösmarty Színházban a Csodálatos vagy Júlia, és ott is volt lehetőségünk osztálytársaimmal, évfolyamtársaimmal együtt fellépni, és nagyon-nagyon szeretem ezt a közeget, alapvetően a színházat, a színészetet, mert tehát nem is nagyon elválasztható egymástól a tánc, meg a színészet. Úgyhogy egy kicsit keretbe zárjuk a történetet, mármint a fellépéseidet, azért most a Victoria pódiumon, ugye a Victoria Rehabilitációs Központban találkoztunk, igen, ami azt hiszem egy fontos pillanat, hiszen ez egy jótékonysági rendezvény, igen, amely az ott élőket, a nehéz sorsúakat segítik, és ez is egy különleges dolog, mert hogy az, hogy megismerjenek, nyilvánvaló, hogy és ez nem TikTok, hanem személyesen is lássák, igen, hogy milyen fantasztikus tehetségek vannak itt Fehérváron, az is egy fontos pillanat. Igen, igen. Mindenképp, hogy bemutatkozzak a saját városomnak, ahol én lakom, és az arcomat mutassam, és úgy gondolom, ez ugyanúgy egy nagyon fontos része, hogy Budapesten is mutatom az arcomat, és az egyetem színeiben megjelenek, de az egyetem színeiben itt is, meg bárhol is megjelenek. Hogy igenis személyes kapcsolatokról is szól az egész, hogy ne csak úgy elérhetetlenül ott fent a felhőkben legyek, mint a többi. Arról nem beszélve, hogy itt van előttem egy dosszié, Magyar Táncművészeti Egyetem, és ezt megmutatnám annál is inkább, mert egy ösztöndíjok levélről van szó, amelynek a tartalmát felolvasnám, tehát Kópiás Konrád Lukács, a Magyar Táncművészeti Egyetem tehetség nagykövete. Ez egy Becsben tartott történet. Ez a legújabb, vagy legfrissebb esemény. Múlt hét kedden volt az évzáró, és ott értesítettek, hogy ezt az oklevelet én átvehetem, és képviselhetem a Magyar Táncművészeti Egyetem színeit, és ők cserébe engem egy összeggel a karrieremet megsegítik és építik, és alátámasztják, és ez elképesztően igazán hálás vagyok, és elképesztően alázatosan veszem ezt át, hogy igenis építse magam, és tudom, hogy ezt nem kapja meg bárki, és erről is eleinte beszélve, hogy ilyen bizalommal áll hozzám az egyetem, hogy belerak darabokba, keres engem, kivisz külföldre, hogy ez megint bizonyítja az ő szeretetüket irántam, hogy ez elképesztően nagyvonalú, és hálásan veszem át ezt, és motivál, hogy a jövő évben, meg fél évben én kitartsak magam mellett, meg a szakma mellett. Színház, egyetem, ének, tánc, paródia, TikTok, reklámfilmek. Van magánéleted? Köznapi léted? Vagy minden körül forog? Hát... Tehát olyan, hogy mondjuk egyszerűen csak sétálsz a belvárosban. Megoldom. Szerencsére van lehetőségem megoldani, meg az a jó, hogy én tavaly leérettségiztem, még ezelőtt 10 évnél, és így a délelőttöm szabaddá vált, és így csak délután van szakmám. Így van egy délelőtt szabadom. Ez jövőre megváltozik, jövőre délelőtt lesz a szakmám, és a délutánom lesz szabad. Így lesz lehetőségem sétálni, jó, zenét hallgatni és építeni magamat. Én köszönöm, hogy vagy nekünk, édesanyáddal együtt. Azt hiszem, én hogy a Kópiás család nagyon fontos szerepet játszik már most is Székesfehérvár kulturális életében, és én azt kívánom, hogy ez maradjon is így. És hát egy olyan jövőképet vázoltál fel, amire azt hiszem, hogy majd a későbbiekben bizony büszkék lehetünk, ha megnézzük ennek a műsornak az ismétlését adott esetben, hiszen előtted a világ. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Kópiás Konrád Lukáccsal beszélgettünk, a nagyszerű táncművésszel, aki székesfehérvári, és bízunk abban, hogy további sikerekről számolhatunk majd be a közeljövőben. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.